Nem véletlen, hogy folyamatosan évek óta uralja Magyarország a világ kajakkenu sportját mindkét szakágban. Szinte kimeríthetetlen az utánpótlás bázis. Már a gyerek, kölyök, illetve a serdülő kategóriában több százas az indulói létszám a kisebb rendű rangú versenyeken is. Hát még az országos vidékbajnokságon. Idésmond az idején a szokásos helyszínen Faddomboliban 1300 fölén nőtt a nevezők száma, amelynek kezelése szervezői szempontból sem egyszerű feladat, a két rendező, az Atomerőmű ESE és a Magyar Kajakkenu Szövetség illetékes bizottsága számára. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy Faddomboliban rendezett vidékbajnoksággal egy időben, minden évben a fővárosban zajlik a Budapest bajnokság, és ott is 200-300 volt az indulók száma, elmondható, a magyar síkvízi és maratoni kajakkenu tehetség felfedezésének a napja is egyben a vidékbajnokság, illetve a budapesti viadal. Itt vannak ebben a mezőnyben a jövő Európa világbajnokai, meg talán olimpiai bajnokai is. Ugye még nem tudjuk pontosan, hogy kik azok, de azért itt már lehet látni néhány esetben, főleg a nagyobb korosztályokban, serdülő ifjúságiban, hogy kik azok, akik elsősorban bontogatják a szárnyaikat. Nagyon fontos az, hogy minél több területen, több helyiségben alakuljanak a szakosztályok. Az elmúlt évben, években, az elmúlt 5-10 évben körülbelül 25-30-al megnőtt Magyarországon a kajakkenu szakosztályok száma. Nyilvánvalóan ezek az újonnan alakulók is egyesületek viszonylag alacsony versenyzői létszámmal rendelkeznek, de már bontogatják olyanok a szárnyaikat. Biztos nagyon sokan nem hallottak lábatlani sirályokról vagy borsodi örökmozgókról, amelyek kis egyesületek, de itt már egy-egy versenyszámban elcsipegetnek egy-egy dobogós helyezést, és ez mutatja, hogy ott is komoly szakmai munka folyik, és megvan a lehetőség annak, hogy a későbbiekben aztán, amikor ezek a versenyzők felnőnek, beérnek, ha nem is abban a kis szakosztályban folytassák a pályafutásukat, mert esetleg egy nagyobb egyesületben jobb szakmai körülmények között tudnak készülni, de hogy komoly nagy versenyzőké váljanak. Weiss Róbert, mint a maratoni szakák felnőtt szövetségi kapitánya, árgus szemekkel figyelte azokat a gyerekeket, akik alkalmasak lehetnek a későbbiek során a maratonra, akik ilyen fiatal korban, még persze, hogy rövid távon is indulnak és ott is vitézkednek, nem könnyű feladat megtalálni, hogy mikor mit csináljon az adott versenyző. Bár ebben a korban, itt egy rövid távú versenyen azért ezt nehéz megítélni, mert mint tudjuk, a maraton versenyszám a felnőttek mezőnyében 25 km után kezdődik igazán, és ott dől el, hogy ki az igazi maratonista, és kibírja végig azt az utolsó 5 kilométert, és a 30 kilométeren tud az első között a célba érkezni. Éppen ezért óriási harc minden évben, mindkét szakákban, mind az utánpótlásban, mind a felnőtteknél, az éppen aktuális EB-re, VB-re kvalifikáló két válogató.